Sziasztok, Tamara vagyok, ez pedig a Fajtól Falig könyveslop csatornája. A mai videó az áprilisi összegző lesz. Áprilisban 8 könyvet fejeztem be, ami egy nagyon jó számnak számít nálam, és ebben közrejátszott az is, hogy több könyvklubos könyvet olvastam a hónapban, illetve egészen jól haladtam a Libri Irodalmi Díjasok rövid listájának olvasásával is, hiszen 3 könyvet is elolvastam a döntősök közül. Elsőként akkor következzenek is a könyvklubos könyvek, és ebből az első a Könyvekkel a világ körül könyvklub közös olvasmánya lesz. Az áprilisi hónap volt az utolsó utazásunk az észak-európai körutunkon, és Észtország volt a célállomásunk, és közösen olvastuk Andrus Kiviráktól az Ördöngös idők című könyvet. Ez egy nagyon fura és groteszk történet, ami egy észt falucskában játszódik egyetlen egy hónap leforgása alatt. Novemberben vagyunk, de hogy időben mikor, ezt elég nehéz belőni. Valahol a középkor és a köraújkor táján satszoltuk meg ezt a lányokkal, amikor is a cselekmény játszódhat, minden esetre egy feudális társadalmat látunk, és ennek az észt falucskának a lakói mind nagyon eszes, de ugyanakkor ostoba észt parasztok, akik körében egyáltalán nem számít bűnnek az uradalomtól lopni, illetve az ördögöt kicselezni. A történet nagyon epizódikus, minden egyes nap valaki másnak az életébe látunk bele, és a vele történt dolgokat ismerjük meg. Vannak azért állandóbb karakterek, akik folyamatosan visszatérnek a történetben, ilyen például a Rozsós, aki a leginkább központi karakternek mondható ebbe a történetbe. Ő egy olyan idősebb ember, aki tulajdonképpen ennek a kisfalunak a probléma megoldója. Aztán ott van még egy fiatal észtlány, egy báró kisasszony és egy uradalmi intéző szerelmi viszonya vagy szerelmi története is, de ezen kívül rengeteg túlvilági lény, hiedelemlény is feltűnik ebben a történetben, és az egyik ilyen legmeghatározóbb lény az az úgynevezett krat, amit különböző limlomokból, seprűből, szaunavirgácsból és egyéb a háztartásban már nem kellő dolgokból állítanak össze, és ahhoz, hogy életre keljen és szolgálja a gazdáját, vagyis lopjon bárhonnan, ahova a gazda küldi, ahhoz az kell, hogy a gazda elmenjen az öreg ördöghöz és egyességet kössön vele, és ennek az egyességnek az a lényege, hogy a gazda halála után a lelke a pokolra jut. Természetesen az észparasztok nagyon-nagyon furfangosak, és az évek során kitalálták a módját annak, hogy hogyan lehet átverni vagy kicserezni az öreg ördöget, illetve a különböző rémeket, mumusokat, amikkel az erdőkben találkoznak, azokat hogyan lehet nagyon-nagyon egyszerűen leszerelni. Nagyon szerettem ennek a könyvnek a világépítését, ahogy Kivirák ezt az egész történetet egy ilyen középkorias paraszti környezetbe helyezte, és ahogy egyben mosta az evilágit és a túlvilágit, szerintem zseniális volt. Tényleg ezek az észt hiedelem lények annyira szerves részei a történetnek, mint bármelyik emberi lény. Ami egy picit zavart, ez a történet epizódikussága volt, én sokkal jobban örültem volna valami egész könyvet átívelő cselekményszálnak, és emellett a morális töltete ennek a könyvnek az hagy némi kivetni valót maga után az én szememben, de egyébként egy nagyon-nagyon vicces és groteszk könyv, iszonyatosan fura, szóval mindenféleképpen érdemes elolvasni. A másik áprilisi könyvklubos könyvem az valójában egy márciusi közös könyv, méghozzá hosszabb asztal könyvklubbal, amelyet a Pontos Vesző Paripa lányok szerveznek, és elsősorban a diverzitás jegyében olyan kisebbségi csoportokról vagy marginális helyzetben lévő csoportokról olvasnak, ahol a szerző is ennek a csoportnak a tagja, és maga a könyv is erről szól. A könyvklub márciusi témája a női szerzők és a női sorsok volt, viszont már áprilisban olvastuk a könyvet, és akkor is volt róla a kibeszélő, és ehhez a ponthoz, vagy ehhez a hónaphoz Tündék egy ír szerzőnek, Louise O'Neillnek egy disztópiáját választották, az Örökké tiédet. Ezt a könyvet alapvetően egy ifjúsági disztópiának címkézik, viszont hogy mennyiben ifjúsági ez a történet, arról sokat beszéltünk a kibeszélőn, aminek a linkjét majd megtaláljátok szintén mindenhol, az viszont tény, hogy a főszereplői 16 éves lányok. Maga a történet egy disztópikus jövőben játszódik, amikor az a fajta világ, amit mi ismerünk, már nem létezik, és ehelyett mindenféle zónákat alakítottak ki, ahol élnek emberek, viszont a nők nagyon nagy elnyomás alatt vannak, egyáltalán nem születnek nők már ebben a világban, és ezért genetikai úton hozzák létre mesterségesen őket. A nőket ezért már csecsemőkoruk óta bizonyos központokban nevelik,
és háromféle életút áll előttük, vagy lesznek feleségek, ami a legrangosabb a három választás közül, vagy ágyasokként végzik, vagy pedig szűznövérekként. A könyvben megjelenő társadalmi berendezkedés nagyon hasonlít a szolgálólány meséjének a társadalom felépítéséhez, vagy hierarchiájához, ezzel a különbséggel, hogy itt a feleségek az egyetlenek, akiknek megadatik a szülés képessége, vagy a szülés lehetősége, viszont csak is fiú gyermekeket hozhatnak a világra. Ebben a történetben Freidát követjük, aki egy 16 éves Éva, és 30 másik Éva társával él ebben a központban. Az utolsó évüket járják az úgynevezett iskolában, ahol mindenkinek természetesen az a célja, hogy a bizonyos ceremónián, ahol eldöntik a sorsukat, hogy mi lesz belőlük feleség, ágyas vagy szűznővér, mindenki természetesen a feleségek kasztjába szeretne tartozni, és tulajdonképpen az egész iskolai létük arról szól, hogy felkészüljenek erre a szerepre, illetve maguk között is rangsort állítanak, és a rangsor első 10 helyezettje lehet csupán feleség. A regény egészen tulajdonképpen ennek az utolsó iskolai évnek a történéseire koncentrál, és nagyon érzékletesen bemutatja azokat a viszonyokat, amelyek 16 éves kamaszlányok között alakulnak ki. Nagyon erőteljesen megjelennek olyan témák a könyvben, mint például a body shaming vagy a bullying, ami ennek a korosztálynak az életét azért döntően meghatározza, és mindazok a jelenetek, amik ebben a témában megjelennek vagy szerepelnek a könyvben, azok egyáltalán nem a távoli jövőnek a képzelgései, hanem nagyon is valós, a mai világban is megtörténő esetek és problémák. A könyv végével nem csak én nem voltam elégedett, hanem többen is, akik közösen olvastuk, viszont hogy mi nem tetszett benne, illetve miért nem tartjuk ezt tisztán egy ifjúsági irodalomnak, arról nézzétek meg a kibeszélőt a Pontos Vesző Paripa csatornán. A harmadik könyvklubos könyvem pedig a BookTube könyvklub közös könyve volt. Itt áprilisban Április bolondja volt a hónap címe, és humoros könyveket olvastunk, ehhez én pedig Rejtő Jenőtől a Vesztegzár a Grand Hotelben című klasszikust választottam. Rejtő Jenőt szerintem senkinek nem kell bemutatni, és ha valaki még nem találkozott az írásaival, a nevét már biztosan hallotta, sőt azt is lefogadom, hogy 100%, hogy van a családjában olyan valaki, aki fiatal korában, vagy idősebb korában, vagy bármikor Rejtő rajongó volt, és nem volt ez másképpen a mi családunkban sem. Én viszont elég kevés Rejtő könyvet olvastam, és ezek is elsősorban légiós könyvek voltak, úgyhogy nagyon örültem, amikor bekerült Rejtő a válogatásban, és itt volt az ideje, hogy végre elolvassam a Vesztegzár a Grand Hotelben című könyvét. A történet egy egzotikus szigeten játszódik, a Grand Hotelben, ahol nagyon sokféle vendég fordul meg, viszont az egyik nap Vesztegzárat rendelnek el, mert az egyik vendégen Bubó Pestis jelei jelentek meg. Mivel a Bubó Pestis azért nem játék, és az eset elég komolynak tűnik, ezért a hotelt 3 hétre lezárják, és amikor ezt éppen bejelentik az ott lakóknak, akkor történik egy gyilkosság, és természetesen mindenki gyanús a történetben. Az alapszituáció ennyi, és nem is mesélem tovább, mert innentől kezdve minden spoileres, hiszen mindenki belekeveredik ebbe az ügybe, vagy legalábbis mindenkinek vaj van a füle mögött, de nagyon-nagyon vicces aztán az, hogy miért is történt ez a gyilkosság, és nagyon viccesek a jelenetek is, a jellemkomikum és a helyzetkomikum is, úgyhogy én nagyon élveztem a könyvet. Egyetlen egy nehézségem volt csak az, hogy körülbelül ez a könyv nincs 150-200 oldal, szóval nagyon rövidek a fejezetek is, viszont annyi szereplőt felvonultat, hogy egyszerűen már képtelenség megjegyezni egy idő után, hogy ki kicsoda, és kinek melyik csapathoz vagy vendéghez van köze. Úgyhogy ez egy picit nekem néha gondot okozott, de egyébként azért teljesen összeáll ez a történet a végére, és él a klasszikus detektív regények szembesítésével is, és a legvégén azért elmagyarázzák, hogy ki és miért volt a hunyó. A hónapban volt még egy Könyvekkel a világ körül könyvklubos olvasásom, viszont ez nem az észthónaphoz tartozott, hanem az előzőhöz, a Finnhez, de már nem tudtam márciusban befejezni, úgyhogy átcsúszott áprilisba, és ez a könyv nem volt más, mint Lina Crown-tól A tévedés. Lina Crown-tól már olvastam korábban a Hotel Sapienst, és a Finn ajánló videóban mondtam is, hogy szeretném A tévedést is elolvasni, amit már tavaly ősszel egyszer kiosztam a könyvtárból, de akkor nem sikerült befejeznem, most viszont elolvastam. Ez is egy novella füzérszerű történet, amelyben egy írót követünk, aki éppen egy író-olvasó találkozóra tart, viszont az odaúton majdnem balesetet okoz, és ez elég hamar kiderül, hogy az ő tévképzeteinek vagy érzéki csalódásának köszönhető, de szerencsére nem lesz ebből baleset. Odaér az író-olvasó találkozóra, viszont ott egy elég mogorva könyvtárossal találkozik. Aztán szép lassan elkezd gyűlni a közönség, és megkezdődik maga a felolvasó est,
ami abból áll, hogy az író különböző novellákat olvas fel, és ezeket mi olvasók is megkapjuk, vagyis tulajdonképpen egy kerettörténetbe bújt novellás kötettel van dolgunk, nagyon sokfélék ezek a novellák, amiket az író felolvas a találkozón, viszont mindegyik eléggé abszurd, és valamilyen mélyebb értelme van. Aztán, ahogy haladunk előre a történetben, és jönnek az újabb és újabb novellák, vagy regény részletek, a közönség kezd eléggé furán viselkedni, vagy nem vesz tudomást arról, amit az író mond és kérdez, vagy olyan fura kérdéseket tesznek fel, amire az író nem tud rendesen válaszolni, szóval az egész felolvasó est az rendkívül kínos és abszurd. Aztán, hogy ez az egész hova torkolik, ezt nem mondom el, viszont ezt bevallom, hogy nekem ez a kötet nem tetszett annyira, mint például a Hotel Sapiens, de mindenféleképpen benne van Lina Crown-nak a stílusa, illetve azok a témák, amiket ők érdeklik, úgyhogy aki szeretne megismerkedni ezzel az írónővel, annak azért jó választás lehet ez a könyv. Ez a hónap sem telt el Cormac McCarthy nélkül, és áprilisban a Vadlovakat olvastam tőle, amely a Határvidék trilógiának az első része, és egyébként nagyon hamar június elején jön ennek a második része is a jelenkor kiadónál, az Átkelés címmel. Ez a történet egy klasszikus western, amelynek a főhőse egy 16 éves fiú, John Grady Cole, aki a nagyapja farmján nőtt fel, lovakkal foglalkozott világéletében, viszont mikor a nagyapja meghal, akkor megtudja, hogy ezt a farmot az anyja el akarja adni, és ezért úgy határoz, hogy a legjobb barátjával, Lacey Rawlins-szal lóra pattannak, és átvágtatnak Mexikóba, hogy ott keressenek maguknak egy farmot, ahol szintén ugyanezzel a dologgal tudnak foglalkozni, vagyis a lovakkal. Útközben hozzájuk csapódik még egy kamasz fiú, aki a legkisebb hármójuk közül, és eléggé zavaros történettel áll elő, hogy ki ő és hogy került ide. Minden esetre a fiúkhoz csapódik, és ő is átmegy Mexikóba, viszont egy nagyon feltűnően szép lóvon ül, van pisztolya is, és ez nyilván galibákhoz vezet majd. Mexikóban azonban az útjuk ketté válik, és teljesen más irányba fut el Cole története. Beállnak egy mexikói haciendára, és tényleg lovakkal kezdenek el foglalkozni. Van ebben szerelmi szál, illetve utána a könyv második felében börtönbe is kerül a két fiú, és ezeknek a börtön élményeknek az elmesélése azért eléggé brutális. Amellett, hogy western, azért ez egy felnövés történet is, hiszen ezekből a kamasz fiúkból az átélt élmények hatására férfi válik. Bevallom őszintén, nekem az előző két McCarthy kötethez képest ez egy picit gyengébb volt. Hiába volt ennek egy teljesen feszes cselekményszála, ami az egész történeten keresztül futott, és egyáltalán nem epizódikus volt, mint például a Satri. Valahogy ez a western téma engem annyira nem kötött le személy szerint, de mindenféleképpen egy jó könyv. Jöjjenek azok a könyvek, amiket a Libri Irodalmi Díj rövid listájáról olvastam a hónapban. Az első pedig egy verses kötet volt, Tóth Krisztinától a Bálnadal. Tóth Krisztináról már többször beszéltem a csatornán, és mondtam, hogy felnőtt verseit még nem olvastam. Elsősorban a prózai munkáit szeretem nagyon, és örülök, hogy egy verses kötet van a döntősök között, hiszen akkor így van esélyem felnőtt verseit is olvasni. Ebben a kötetben a 2017 és 2020 között írt versek szerepelnek három nagyobb ciklusba rendezve. Az én személyes kedvencem a harmadik ciklus volt, amely a Terek címet viselte, és itt már a versek címében éreztem azt a fajta játékosságot, amit a Vonalkód novelles kötetében is nagyon szerettem, vagyis minden versnek a címében szerepelt a tér szó. Ezek a versek azért is tetszettek nagyon, mert mindegyik viszonylag rövid vers volt, viszont olyan élethelyzetet sűrített, amely akár egy novella alapja is lehetne, és ez a fajta történet szál, vagy történet maga, ami megjelent ezekben a versekben, azok nekem nagyon-nagyon tetszettek. Aki olvasott már Tóth Krisztinától verset vagy prózát, annak biztos, hogy nagy élmény lesz ez a kötet, aki pedig nem találkozott még a verseivel, azoknak bátran ajánlom a Bálnadalt. És végezetül jöjjön a két regény a rövid listáról, ami engem a leginkább érdekelt, ezek közül az első pedig Bartók Imrétől, a Lovak a folyóban volt. Ezt a könyvet nem nehéz autofikcióként olvasni, hiszen a regényben megjelenő író alakja nagyon sok mindenben hasonlít Bartók Imréhez, kezdve attól, hogy ugyanabban az évben születtek, egészen addig, hogy a regénybeli író is megírta
a nagy regényét, amely Jerikó címet viseli, és ugye köztudott, hogy Bartók Imre előző regénye több mint 600 oldalas Jerikó épül volt. Szóval ez az író egyértelműen azt érzi, hogy túl van élete főművén, és letette a nagy művet az asztalra, viszont ez a könyv sem az olvasók, sem a kritika körében nem aratott akkora sikert, mint amit várt volna tőle az író. Nem tudom, mennyire olvasták a Jerikó épül című könyvét, viszont ha ebből a regényből indulok ki, akkor nem sokan, és még kevesebben voltak azok, akik meg is értették, hogy miről szól ez a könyv, vagy miről akart szólni ez a könyv. Viszont, hogy a Lovak a folyóban mennyire nem autofikció, hanem sokkal inkább annak a paródiája, az számomra akkor vált egyértelművé, amikor folyamatosan arról kellett olvasni az első 50 oldalon, hogy a regénybeli író micsoda autofellációs kísérletekkel próbálja kényeztetni önmagát, és közben folyamatosan arról mesél, hogy a Jerikót valójában csak magának írta, és egyáltalán nem érdeklik az olvasói elvárások, akkor azért éreztem némi szarkazmust e között a szellemi és valóságos maszturbáció között. Amellett, hogy a regénybeli író nagyon sokat kesereg a sikertelensége és az ellenfogadottsága miatt, és nagyon sok fricskát ad az aktuális irodalmi trendeknek és irodalmi életnek, nem kímél sem kritikus, sem olvasót, sőt még a moly.hu felhasználókat sem. Én nagyon bírtam Bartók Imre szarkazmusát és humorát, és nagyon tetszett egyébként a stílusa is, hiszen hosszú mondatokban hömpölygött, hol eszészerű volt, hol begyorsult, úgyhogy szerintem Bartók Imre egy nagyon jó író. Azt nem mondom, hogy Jerikó épült, el fogom tőle olvasni most azonnal, de lehet, hogy egyszer még sor kerül rá. De azért ez a könyv egyáltalán nem az írói kesergésről szól, nagyon sok zsánerelemet kever, és van benne történetszál is. Hiszen van benne egy központi bűntény, valaki utasokat lögdös a metró elé, és egy ilyen alkalommal az író menti meg annak a nőnek az életét, akit belögtek a metró alá. A könyvben pedig végigfut egy nyomozás, ezután az ismeretlen tettes után. Viszont ez az egész nyomozás egy idő után abszolút szürreális lesz, és teljesen összekeveredik benne valóság és álomszerűség, és az ember úgy érzi magát, mintha egy David Lynch filmbe csöppent volna. Nagyon sok téma és motivum feljön még ebben a könyvben, amelyek azért előteljesen egy filozófiai mélységet is adnak ennek a könyvnek, hiszen rengeteg antik filozófiáról való utalás, vagy a művészettörténetre való utalás feljön, és a végére persze az is kiderül belőle, hogy mi köze van a lovaknak ehhez az egész történethez. És a másik regény, amit olvastam, az Danyi Zoltántól volt, a Rózsákról című könyv. Danyi Zoltán egy zentai születésű magyar író, és a regénye is a Vajdaságban játszódik, a főhőse és elbeszélője pedig egy férfi, egy rózsakertész, akinek nagyon sok baja van így az életben, és a regényben tulajdonképpen 500 oldalon keresztül azt próbálja megfejteni, hogy mi is az ő baja valójában. A regény stílusa egyébként mesterien visszaadja ennek a kényszeres rózsakertésznek a lelki állapotát, a kényszerességét, hiszen ő maga is mindent meg kell, hogy újra és újra számoljon, vannak olyan szabályok, amiket hozott az életében, amihez mindenképpen tartania kell magát, hogy ne történjen baj. Szóval ez a fajta mániákusság és kényszeresség az abszolút visszajön az elbeszélői stílusban, hiszen iszonyatosan hosszú mondatokkal dolgozik Danyi Zoltán, amelyben újra és újra és újra elmeséli ugyanazt, mint ahogy a főhősének is újra és újra meg kell számolnia ugyanazokat a dolgokat. A legnagyobb meglepetés számomra az volt, hogy egyáltalán nem dobott kéz a szöveg magából, és nagyon is tudtam vele haladni, pedig ha valamitől, akkor ettől falra tudok mászni, ettől az újra és újra ismétléstől. És nagyon-nagyon sokáig tényleg nem derül ki, hogy mi ennek a férfinek a baja, vagy mi okozza ezt a fajta kényszerességet, mi okozza azt, hogy nem tud dűlőre jutni a feleségével, vagy problémái vannak a péniszével. Egyébként rengeteget foglalkozik ebben a könyvben a péniszével, amivel valami baj van, vagy rák, vagy fertőzés, ez nem derül ki teljesen. Viszont nagyon részletes és plasztikus leírások vannak arra, hogy milyen orvosi beavatkozásokra kényszerült, amit azért egyáltalán nem volt kellemes olvasni, de a könyv kétharmadánál a főhős elutazik Belgiumba, és megkezdődik egyfajta gyógyulás, és érződik, hogy ez az egész regény azért született meg, hogy a főhős valahogy kibeszélje magából, vagy feldolgozza azt a traumát, amit a délszláv háború jelentett. Egy rózsakertész főhőssel természetesen nagyon sok szó van a rózsákról is, és elsősorban ennek a fizikai munka része az, ami a történet gerincét adja, milyen dolgokat kell végigcsinálni egy rózsakertészetben, hogyan dolgoznak a földön, ez milyen rettentően fárasztó és izzadságos munka. És nagyon tetszett az a párhuzam is, amit Danyi Zoltán a rózsanemesítés
illetve a gyarmatosítás vagy az egymás leigazása között von. Abszolút nem mentem meg, hogy elolvastam a rózsákról, és tetszett is a történet és az elbeszélés, viszont egy picit soknak éreztem ezt a terjedelmet, bár azt is tudom, hogy egy ilyen főhőssel egy ilyen történetet legalább ennyi oldalon kell elmesélni, de ezért mégis úgy éreztem, hogy egy-két helyen nekem unalmassá válnak a leírások és az állandó ismételgetések, de mindenképpen egy nagyon különleges, fontos és friss könyv. Ezeket a könyveket olvastam áprilisban, és remélem, hogy most is találtok majd közte olyat, ami felkelti az érdeklődéseteket, és majd egyszer elolvassátok. Írjátok meg kommentben, hogy ti olvastatok-e már a Libri irodalmi díjasok rövid listájáról, és ha igen, akkor mit? Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rájuk. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek ezt a videót, és találkozunk legközelebb egy következőben. Sziasztok!